Május 24-én csütörtökön ünnepélyes keretek közt adták át a 60-i Albert Schweitzer Kórház újonnan elkészült radiológiai osztályát. A csaknem 500 millió forint értékű fejlesztés a műtőblokk kialakításához kapcsolódó pályázat keretében valósult meg. Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár szerint az intézményben megvalósuló sorozatos fejlesztések stabilizálják a kórház helyzetét a régióban. Nagyon fontos az, hogy a fejlesztések, amely most éppen egy diagnosztikai fejlesztés, amiről beszélünk, azok illeszkedjenek mindazon elképzelésekbe, amelyek a térség, illetve az ország egészségügyi ellátásának a modernizálásához kötődnek, és örülök azért is, mert pont 60-ban pont egy diagnosztikai fejlesztés átadásán vehetünk részt, hiszen a korai diagnosztika a kormány döntése érdekében és a kormány által elfogadott egészségügyi stratégia alapján kiemelt területe a magyar egészségügynek, az egészségügyi ellátórendszernek. Nem sokára megjelenik az a kormányrendelet, amelyben komoly kötelezettséget vállal az állami egészségügyi ellátórendszer és az egészségbiztosítási pénztár, miszerint a daganat gyanús betegek esetén 2 héten belül vállalja azt, hogy megszervezi, hogy magas szintű képalkotó diagnosztikai vizsgálatra időpontot kapjanak a betegek. Ahhoz, hogy működésben is ez a stabilitás megjelenjen, ahhoz a magyar kormány 930 millió forinttal járul hozzá a adósságkonszolidációhoz a 60-i kórházban, amely azt jelenti, hogy a teljes lejárt adósságállományt az állam átvállalja, kifizeti, és így reményeink szerint egy viharos történelmi időszak után, amikor egy privatizált, majd onnan újra állam által átvett kórház megfelelő működéssel, stabilitással és magas szintű fejlesztésekkel tud neki indulni az elkövetkező időszaknak. Úgyhogy bízom benne, hogy a kórház is ezt úgy fogja értékelni, hogy ezeknek a feladatoknak eleget tudjon tenni. Szabó Zsolt fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár köszöntőjében elmondta, az egészségügy fejlesztését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is segíti, együttműködve az egészségügyi államtitkársággal. A mai nap fejlesztésének az átadása, amit lehet-e számokkal körbeírni, számokkal bemutatni, ismételten azt jelenti, hogy igenis Magyarországon is létezik modern egészségügy, igenis európai színvonalat tudunk biztosítani, sőt, azt lehet mondani, hogy a 60-i kórház talán még ezen színvonal fölé is fog kerülni, hogyha elkészül a műtőblokkunk, és tényleg meg lesz az MR-ünk. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a kórház itt van, és hát az eddigi nem túl szép ruhához képest most már egy szép, színes ruhát is ölt magára, tehát kifelé is mutatja azt a belső mosolyt, amit önök adnak ebben a kórházban a saját munkájukkal. Hogy a jövő mit hoz, nem tudjuk, egy dolog biztos, mi itt leszünk és dolgozunk és teszünk mind a kórházért, mind pedig a betegekért, és ezért 60 városa és a környék települései nagyon hálásak önöknek. A támogatásunkról, mint ahogy államtitkár úr is biztosította önöket, és a kormány támogatásáról szeretném én is biztosítani önöket. Mindent meg fogunk azért tenni, hogy ez a fejlődés ne álljon le. Nem titok, törjük a fejünket a következő lépéseken, és ezeket igyekszünk megvalósítani. Én a magam részéről az eszközök használatáról, a használatához nagyon nagy erőt és egészséget kívánok, és hogy a szakmai továbbképzés is mennyire jó irányba tart, ha szabad egy gondolatot, a Semmelweis Egyetemmel aláírjuk a megállapodást, és az az egyetemi rész, ahol a Bosch-nak műszaki képzése lesz, a régi cukragyár területén, az felsőfokú nővérképzést is, tehát főiskolai képzést is fog biztosítani, és ennek a gyakorlati háttere a kórház lesz.
Ez a gondolat, ez az a pozitív és jövőbe mutató gondolatot erősíti, amit eddig is követtünk, és ezután is követni szeretnénk. Stankovics Éva, az Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet főigazgatója a beruházás részleteiről, valamint a további fejlesztésekről tájékoztatta a jelenlévőket. Európai Uniós pályázatainknak köszönhetően egy komplex fejlesztést hajtunk végre intézményünkben. Ma első mérföldkörünkhöz érkeztünk, a radiológiai osztály átadásához, melyet bő egy hónap múlva követ majd a sürgősségi osztályunk átadása. Ezen fejlesztésnek köszönhetően megépül az új központi műtőblokk a központi sterilizálóval. Megújításra kerül a szülészet, az intenzív osztály, a szeptikus műtő. A földszinten kialakításra kerül a sürgősségi osztály, a most elkészült radiológiai osztály, és amint látják, biztos látták idejövet, energetikailag is megújul az intézmény, már kicseréltük a nyílászárókat, szigeteljük a homlokzatot, valamint már napelemeket helyeztünk el az intézmény lapos tetején, amelyik kész van, és a tetőszigetelés után valamennyi lapos tetőn, hogy az energetikai költségmegtakarítást is növeljük. Szeptemberre tehát egy korszerű, jól működtethető intézményt tudhatunk magunkénak mindannyian. És a mai fejlesztésről néhány szót engedjenek meg, bár majd igazgató úr biztos erre bővebben kitér. A radiológiai osztály mától egy korszerű 16 szeretes CT-t, egy Multix Fusion digitális felvételi röntgent, egy Luminous Fusion digitális átvételi felvilágító röntgent, egy Acuzon X700-as és egy Acuzon X300-as ultrahangkészüléket használhat egy közel 400 négyzetméteren, teljesen felújított területen. A digitális eszközöket egy korszerű PAX rendszer szolgálja ki, mely természetesen közvetlenül kommunikál a kórházi klinikai rendszerrel. A meglévő mammográfiás készülék, ami még meglévő, de rövidesen azt is szeretnénk cserélni, egy foszforlemezes kiolvasó rendszert kap, és hogy szintén csatlakozhasson ehhez a modern informatikai rendszerhez. A fekvőbeteg ellátás pedig a helyhez kötött, vagy nehezen mobilizálható betegek vizsgálatához egy új univerzális mobil röntgent kap. A beruházás ezen első üteme több mint 500 millió forint értékű fejlesztést foglal magába. A szeptemberre elkészülő beruházás Európai Uniós támogatása, mint önök előtt bizonyára ismert, 2,7 milliárd forint, melyből ez idáig közel 1,4 milliárd forintot hívott le az intézmény. A megújított radiológia, bátran mondhatom, hogy egyedülálló műszaki színvonalat képvisel a régióban, mind építészetileg, mind orvostechnológiailag egyaránt. A külső megújulást követi egy belső fejlesztés, a szakmai színvonal emelkedése. Egy új útra való kanyarodás, mely más dimenzióba helyez bennünket, az intézményt, a kórházat. Elkezdődött és megvalósul az, amire vágytunk, amit célul tűztünk ki. Ez pedig nem más, mint hogy még nagyobb lehetőségekkel, erővel és elhivatottsággal állhatunk a betegek szolgálatába. A város vezetésének is egyik elsődleges célja a helyben elérhető és minél szélesebb körű egészségügyi szolgáltatás biztosítása 60-ban. Én nagyon örülök, hogy a 60-i kórház folyamatosan fejlődik, és valóban látjuk már a jövőt. Ez a jövő kijelöli azt a pályát, amelyen nekünk mozogni kell, és kijelöli a kórháznak azt a hosszú távú évet, amelyet teljesítenie kell, és kell nekünk mindjárt így közösen. A projekt keretében beszerzett eszközök gyártója a Siemens ZRT, melynek képviseletében László Imre, a vállalat egészségügyi szektorának igazgatója vett részt az átadáson. Az időben elvégzett képalkotó diagnosztikai eljárásokkal a daganatos megbetegedések a korai, a panaszt még nem okozó fázisban kimutathatóak, de a már diagnosztizált betegek számára is adott esetben sorsfordító lehet egy-egy gyors és korrekt lelet. És itt az előző gondolatban a kulcsszavak az időben elvégzett vizsgálat, amihez nélkülözhetetlen az eszközpark folyamatos bővítése, a minél szélesebb körű hozzáférés ezekhez az eljárásokhoz.
A másik kulcsszó viszont a gyors és a korrekt diagnózis, amihez alapvető a folyamatos tanulás. Tehát az eszköznek és a szaktudásnak kéz a kézben kell járnia. Annak érdekében, hogy ezeknek a betegeknek minél hathatósabb segítséget tudjunk nyújtani. A Siemens immár több évtizede a magyar egészségügy egy megbízható partnere. Diagnosztikai megoldásaink jelen vannak a legtöbb egészségügyi intézményben. A főépület földszintjén 400 négyzetméteren újonnan kialakított radiológiai osztályon mostantól egy helyen a 24 órában működő sürgősségi ellátás közelében koncentrálódik a teljes képalkotó diagnosztikai egység. Három emeleten volt elhelyezve a röntgenosztály egy-egy részlege, a földszinten a CT-vizsgáló, az első emeleten az ultrahang, a második emeleten volt a mammográfia és a röntgen vizsgálatok. Ez a nehézkes volt a betegek számára, jöttek-mentek a három emelet között. Közel 400 négyzetméteren helyezkedünk el. Itt a földszinten teljes mértékben megújult minden, a falak, a szobák, a helységek kialakítása, a folyosó, a váróhelységek, a recepciónk, a két röntgen felvételező helységünk a legelső, ahova leggyakrabban jönnek a betegek, ugye a csontfelvételekre, vagy a traumatológiáról a balesetes betegek, a következő a CT helységünk, utána követi a mammográfia, az ahhoz tartozó ultrahang, majd a mammográfiának a kiolvasó részlege, egyéb helységek. Ezek a vizsgáló szobák egymás mellett. Ezen kívül van egy belső folyosónk, ahol a dolgozók tartózkodnak, az ügyeletes alvószobája. Van egy közös helységünk, ahol az osztályértekezleteket, a megbeszéléseket tudjuk tartani. Van egy főorvosi szoba, van egy orvosi szoba, de a legfontosabb, hogy van még egy nagy ultrahang helységünk, ahol a nagy ultrahanggépünkkel fogadjuk az ultrahangos vizsgálatra a betegek nagy részét. A korszerű berendezéseknek köszönhetően a jövőben gyorsabban, a régebbi gépeknél jóval alacsonyabb sugárterhelés mellett és jobb képminőséggel végezhetők el a vizsgálatok. Ez egy direkt digitális technológia, ami azt jelenti, hogy a beteg a vizsgálóasztal mellé áll, egy gombnyomással elkészül a röntgenfelvétel, ami elektronikus úton átjut a leletező helységbe, a monitorra, és az orvos már is látja. Nincs film, nincs kazetta, foszforlemez, semmi. Csak a digitális technikának a detektor felvételezője. Egy felvételező gépünk van, ami itt mögöttünk áll, több funkciós, mindenféle csont, mellkas, has, vese, bár milyen röntgenfelvétel nagyon jól készíthető rajta, de kiemelném a traumatológiát ebből a szempontból, mert lehetőségünk van arra, hogy azon az ágyon, amin a beteg fekszik, minden mozdítás nélkül ennek a technikának a segítségével készüljön bármilyen felvétel, mert ez az felvételező állványunk, ez a kisebbik, ami itt áll, ez egy csúcs technológiai dolog, egészen a föld szintjéig majdnem le lehet vinni, és erre rá lehet tolni a röntgenezhető beteg ágyat. Gyakorlatilag a beteg, ha eszméletlen is, ha politraumatizált, ha több csontja tört, és emiatt nem mozgatható, ezen mindenféle felvételt el tudunk készíteni. Az elmúlt évek Európai Uniós, valamint a helyi önkormányzat támogatása révén a 60-i egészségügyi intézmény még idén a régió legkorszerűbben felszerelt egészségügyi központjává válik. A 2011 és 2015 közötti időszakban több mint 4 milliárd forintot fordítanak a 60-i Albert Schweitzer kórház fejlesztésére és strukturális átalakítására.